akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Pásztor István életére és munkásságára emlékezünk halálának első évfordulóján, aki a vajdasági magyarság hűséges szolgálójaként egész életét a közösség és a közjó szolgálatának szentelte, hangzott el az emlékező koszorúzáson. Elnöksége alatt nem csak politikai vezetőként állt helyt, hanem példaként is szolgált mindazok számára, akik hisznek a közösség összetartó erejében és az együttműködés fontosságában. Bár őt egy évvel ezelőtt elveszítették, emléke és öröksége tovább él a szívünkben, mondták Pásztor István sírjánál. A kegyelet virágait elsőként a család helyezte el. A Vajdasági Magyar Szövetség nevében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház és a VMS intézőbizottságának elnöke koszorúzott. A néhai VMS elnök sírját megkoszorúzta Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Az önkormányzatok és a VMS községi szervezeteinek, a civil szervezetek és egyesületek képviselői. Egy szál fehér rózsát tett Pásztor István sírjára Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is.